nagyon sokan kérdezik, hogy, hogy milyen autót vezetek, hiszen viszonylag még keveset látni az utakon itthon. Reméljük, hogy majd egyre többet. Mindenkinek elmondom, hogy, hogy ez egy négykerék meghajtású terepjáró egy indiai gyártótól. Vezettem már jó pár európai német márkájú autót, és hatalmas különbségeket nem érzek. Tapasztaltam már olyat is, hogy, hogy a belső sávba egyszer csak mellé jött egy, egy másik autós, és egy olyan 300-400 méteren keresztül vizslatta szemeivel a Mahindát. Ha jól emlékszem, olyan 8-9 liter körül fogyaszt az autó alattam, főleg városban megyek vele. Nézzük meg! Az látható, hogy nagyon nagy. Kard az mindig van nálam, tehát az kell, úgy gondolom, egy vonat csomagtartójában legyen. Egyébként a navigációs rendszer szokott nekem nagyon sokat segíteni, hiszen rengeteget utazom vidékre, de van, hogy Budapesten belül is olyan helyszíneket kell meglátogatnom, ahol még nem jártam. Eddig senki nem panaszkodott ebben a kocsiban, mindenki úgy gondolom, hogy kényelmesen utazik. Sokszor megyünk edzésre is egyébként a többiekkel, hiszen jó páran laknak arra felé, amerre én, és akkor keretedzésre együtt utazunk. De hát ez mindig jó hangulatban telik, és élvezni szokták a többiek. Elég érdekes sofőrökkel lehet találkozni a magyar utakon, úgy gondolom, hogy ezt már mindenki tapasztalta. Én nem szoktam idegeskedni, semmi miatt, tehát már van örökkel veszetek. Ha valaki siet, és emiatt morcos, az az ő gondja, nem az enyém. Én szeretek nyugodtan, mindenhol kényelmes adagyat. Na, a start-stop rendszer most már működik is.